Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi történik augusztus hónapban a szűz jegyében születetteknél? Ez egy általános kivetés. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven augusztus hónapra például, a díjam 3500 forint. Először megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Merkur bolygó kihat a tudásra, a cselekvésekre, a szerződésekre, a kommunikációra. Merkur bolygó a szomszéd jegyből hat, az oroszlán jegyéből, és ez kihat a környezetre, a kapcsolatokra, a bizalomra. Merkur bolygó hamarosan elbúcsúzik az oroszlán jegyétől, és áttér a szűz jegyébe, ahol jól érzi magát, hiszen Merkur bolygó uralkodik a szűz jegye felett, tehát itt itthon van. Ami a szerelmi életet illeti, itt vannak még bizonytalanságok, Vénusz bolygó, Mars bolygó, ezeket a bizonytalanságokat idézi elő, mert olyan távolságban vannak ezek a bolygók a szűz jegyétől, hogy itt vannak még nehézségek, nehéz tisztázni valamit, amikor érzelmekről van szó. Jupiter bolygó szemben van a halak jegyében, és itt tükröződik valami, bele kell nézni ebbe a tükörbe. Jupiter bolygó szerencsét hoz, adja lehetőségeket. Szaturnusz bolygó kihat a sors utunkra, és most a bak jegyében van. A bak jegye ugyanúgy, mint a szűz jegye is, a föld eleméhez tartozik, itt reális dolgokról van szó, itt meg lehet valósítani az álmokat, és kihat a sors útra. Itt van egy harmonikus kapcsolat. Augusztus 12-én teli hold van. Ez a teli hold megvilágít valamit. Mégpedig itt célokról van szó. Kell egy konkrét cél, de a türelem szintén fontos, hiszen nem szabad feladni a célokat. Augusztus 27-én új hold van. Ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt. Ez az új hold Regulus csillag hatása alatt áll. És Regulus csillag az a királyoknak a csillaga, és jelenti a szívünket. Tehát itt szívügyekről van szó. Nem csak a szerelemről, hanem mindarról, amit kedvelünk. Augusztus 1-én Uránusz bolygó és Mars bolygó együtt hat. Uránusz bolygó jelenti a változásokat, és ezt a férfiak élik át, hiszen Mars bolygó utal a férfiakra. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll. Utána visszafele halad, és itt lesznek változások. Mivel ez a mozgás utal a múltra, lehet, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból, ezáltal lesz ez a meglepetés vagy változások. És most megnézzük a képeket. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. A fejed fölött lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt megjelennek az egerek, és a kártya vetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Itt gondolatokról van szó, ez lehet egy negatív gondolat is, mint például,
ó, ez úgysem fog sikerülni, tehát az engerek eltávolítják a negatív gondolatokat. Itt láthatóak az utak, ezek a lehetőségek, és te fogsz dönteni, melyik irányba haladjanak az események. Mivel a kígyó és az utak egy vonalban vannak, sőt, veled is, ez lehet egy mellékút is. Itt ez kihat a szerelmi életre, a párkapcsolatra, hiszen egy vonalban van a szívvel. Előtted itt látható ez az ostor, és az azt jelenti, hogy valaki ostorozott téged, és ezek a fájdalmas emlékek. Itt az ostor mellett van a hamisság. Ez lehet valaki a környezetedből, hiszen itt van a ház mellett, ez lehet a szomszédság, vagy lehet családi kapcsolat, de mivel a ravasz róka itt egy vonalban van a horgonnyal, és a horgony jelenti a munkát, meg a hivatást, ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is. De szerencsére az egerek felfalják az ostort, és akkor az nincs már ott, tehát lezárod ezeket a dolgokat, és akkor kisüt itt a nap, az jelenti a fellépésedet, a magabiztonságodat, a kisugárzásodat, vagy azt is, hogy itt látható lesz valami, tisztázódik valami. És ez kihat a kapcsolatokra, vagy bizonyos szerződésekre is. Itt munkáról, hivatásról van szó, és itt a gondolataidban megjelennek az utak, lesznek fontos döntések. Ez a kígyó jelenthet gyógyító erőt is, lehet, hogy ezen a területen dolgozol, vagy szeretnél dolgozni, és kihat a munkára, a hivatásra, és itt vannak a szerződések. Ez a kígyó lehet egy nő is, mivel itt van mellette a koporsó, ez lehet egy idősebb nő, de az is előfordulhat, hogy itt van egy örökösödési ügy, és ez a nő a háttérben befolyásolja az eseményeket. Visszatérve az egerekre. Mint mondtam, az egerek felfalnak, eltávolítanak valamit. Az egerek el tudják a koporsót is távolítani, ami olyan nyugis helyzet volt eddig, és most lesz a közeljövőben mozgás. De az egerek eltávolíthatnak az a mackótól is valamit, a jeges medvétől is valamit. A jeges medve az utalhat az erődre. Az lehet, hogy augusztus elején az egerek elrabolnak valamit ebből az erőből, és akkor olyan fáradtnak, kimerültnek érzed magad. Úgy augusztus közepétől javul majd a helyzet. Ez a jeges medve lehet egy személy az életedben, aki fontos befolyással áll rád, mint például az apukád, vagy a főnököd, és itt lesznek változások, hiszen itt az, ami eddig még olyan nehéz volt, és úgy érezted, hogy nincs kapcsolat, nem mennek előre a dolgok, ezt az egerek eltüntetik, ezt a helyzetet. Itt, ennél a két kártyánál nehézségekről van szó, vagy a felhő utalhat arra is, hogy valami még olyan átláthatatlan. Itt hivatalos dolgokról van szó, vagy egy bírósági ügyről. Ez a két kártya itt jelentheti az időt is. A felhő fél évet, tehát gondolj vissza arra, mi történt fél évvel ezelőtt. A hegy az jelenti a téli hónapokat, és ez alatt az idő alatt voltak itt nehézségek, korlátozások. Itt javulni fog a helyzet, hiszen meg lesz újra majd az erő úgy augusztus közepétől, és itt
a kutya jelenti a barátságokat, vagy egy olyan kapcsolatot, ami olyan barátian fog történni. A madarak jelentik a könnyűséget, hiszen utalnak a levegő elemére, de jelentik a beszélgetéseket, a kommunikációt is. Itt kinyílik számodra egy ajtó, ezek a lehetőségek, ugyanúgy, mint ahogy az utak szintén erre utalnak, itt tisztázódik valami, különösen ami az anyagiakat illeti, és ami a nyilvánosságot és az elismeréseket illeti. Itt a könyv jelentheti a tudást, a tanulást. Itt egy vonalban van a beszélgetésekkel, egy vonalban van veled, ha te egy hölgy vagy, és itt külföldi kapcsolatokról van szó. A kártyák jelenthetik egy idegen nyelv tudását is. A kutya utalhat barátságokra, ismerősökre, és a könyv jelentheti a tudást, a tehetséget, de azt is, hogy valaki eltitkol valamit előled, és itt barátokról, ismerősökről van szó. De ez kiderül, hiszen itt van a nyilvánosság, és itt előre mennek a dolgok. Ez a kártya jelent mindent, ami mozog. Ez lehet utazás, költözködés, sport, autó. Mint például egy autónak az eladása vagy vétele, hiszen itt anyagiakról is szó van, a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Azt is jelenthetik itt a kártyák, hogy szerencséd lesz, lesz nyeremény, és itt mozog a pénz, tehát pénz jön a házhoz. És tisztázódik, rendeződik valami az anyagiakat illetően. A lelki társad itt látható a képen, persze ez a férfi utal a férfiakra is. Ő feléd tekint, és itt ezek a kártyák összefűznek benneteket. A virágcsokor jelenti a te nőiességedet, a szépségedet. Ha te egy hölgy vagy, számodra ez nem tudatos, hiszen te másfele tekintesz, ő nem beszél erről nyíltan, így ez a virágcsokor ott a hátad mögött van. Lehet, hogy ez bánt téged, és ezért vannak ezek a sérülések, és a ravasz róka azt is jelentheti, hogy megbántott ezzel téged, holott neki vannak itt jó gondolatai. A virágcsokor jelenti azt is, hogy lesz itt egy ajándék, egy meghívás, egy kellemes meglepetés, itt szerelemről van szó, és a gyermek utalhat a te fiatalságodra, persze gyermekekre is, amit a gyermek itt még jelent, egy új kezdet. Az ő gondolataiban megjelennek itt a kártyák. Ő gondol rád, ez a virágcsokor jelenti ezt a kellemes meglepetést, ő magabiztos, itt kinyílik számára egy ajtó, itt lesznek fontos beszélgetések, tisztázódik valami, itt fölötte van ez a kereszt, ez jelentheti a hitét, vagy azt, hogy a sors utatok kereszteződik, tehát lesz egy találkozás, de jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezik ehhez a kereszteződéshez. Nem csak ő, hanem te is, hiszen mindketten egy vonalban vagytok ezzel a kártyával. És amikor döntésekről van szó, az azt jelenti, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Mindez olyan hirtelen történik, amikor nem számítatok rá. Ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Minden úgy lesz, ahogy megvan írva a csillagképekben, és ez kihat az érzelmekre. Mint mondtam, a szerelemben van bizonytalanság, hiszen Vénusz bolygó az indiai asztrológia szerint
az ikrek jegyében van, de hamarosan elbúcsúzik az ikrek jegyétől, áttér a rák jegyébe, és akkor javul a helyzet, és erre számíthattok úgy augusztus közepétől. Akkor egy jó hatás van, szerencse, itt a szerelmi élet területén. Itt lesznek változások, döntések, de mindez olyan hirtelen jön. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. A téli hónapokban voltak nehézségek. Valami átláthatatlannak tűnt, különösen ami a hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet, vagy a munkát, hivatást illeti. Itt lesznek változások, megújulások. Ez a kígyó jelenti a gyógyító erőt is. Egy vonalban van a munkával, a hivatással. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, vagy ezen a területen szeretnél dolgozni. Ez a kígyó lehet egy hölgy, itt a koporsó mellett, vagy azt jelenti, hogy itt egy idősebb hölgyről van szó, vagy azt is jelentheti, hogy te lezárod a kapcsolatot ezzel a nővel, hiszen a múltban voltak itt nehézségek. A két kártya jelenti a téli hónapokat, vagy fél évet. Hamarosan lesz itt életerő, úgy augusztus elején az egerek még ebből valamit eltávolítanak, az lehet, hogy még fáradt vagy kimerült vagy, de úgy augusztus közepéig javulni fog a helyzet. Itt tudásról, tanulásról van szó, és itt előre mennek a dolgok, megkapod az elismerést. De a könyv és a kutya jelentheti azt is, hogy valaki eltitkol előled valamit. Második hét, augusztus hónapban itt látható. A torony azt is jelentheti, hogy ki akarsz építeni valamit, megnövelni valamit, itt munkáról, hivatásról van szó. A ház jelentheti azt, hogy otthonról dolgozol, vagy kiépítesz valamit. Itt az utak jelentik a döntéseket. Amint te itt elgondolkodsz, ez itt ez a kép, az egerek, amikor vannak ilyen negatív gondolatok, tegyem vagy ne tegyem, talán nem sikerül, de kell az, hogy légy magabiztos, erre utal a kulcs, hiszen itt kinyílik egy ajtó számodra, lesz a beszélgetés, a könnyűség, tisztázódik valami, és lesz nyeremény, ha itt munkáról, hivatásról van szó. Harmadik hét augusztus hónapban, ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Valami vagy valaki megsértett téged, de az egerek ezt eltávolítják. Néha vannak olyan negatív gondolatok, érzelmek, de mégis megvan itt az életerő, a te energiád, és javul a helyzet. Ez a ravasz róka jelenthet egy ravasz nőt a környezetedben, mert itt van a ház, és ez utalhat a szomszédokra, vagy a rokonságra, de a ravasz róka egy vonalban van ezzel a kártyával, a horgonnyal, az jelenti a munkát, tehát munkahelyi kapcsolatokat. De itt kiderül az igazság. Hamarosan ez a férfi meglep téged, lesz itt egy ajándék, egy meghívás, egy meglepetés. Ez olyan pillanatban jön, amikor nem számítasz rá, és ez a kereszt jelenti a döntéseket, azt is, hogy a sors utatok kereszteződik, lesz találkozás. Itt szerencse van, nem csak ami a szerelmet illeti, hanem itt a pénzügyi dolgoknál is lesz egy nyeremény. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható. Ez a férfi gondol rád. Lesz egy új kezdet, itt szerelemről van szó. A hajó jelenti a reményt, de
lehet egy utazás is, mint például szeptember hónapban egy közös nyaralás. Lesznek változások, lesz egy új kezdet. A hajó jelenti a belső utat is, egy lelki utat, egy lelki kapcsolatot. A fa azt jelenti, hogy meg lesz a biztonság érzete, ahol ő úgy gondolja, hogy nálad odaérkezett, itt le tud gyökerezni. Amit a fa még jelent, rendezni bizonyos dolgokat, vagy utal gyógyító erőre, és itt vannak a szerződések, az életerő. Ha valaki beteg volt a családban, akkor itt megvan a gyógyulás. Itt van hozzá a remény, és ez a fiatalos kisugárzás, egy új kezdet. Ez lehet egy szívbetegség is, de lesz gyógyulás. Persze a szív összeköt benneteket, és utal a gyermekekre, vagy utal erre a szerelemre kettőtök között. Minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben meg van írva. És a hold jelenti az anyai érzelmeket, vagy jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. Itt szerelemről van szó. De ha megnézzük, hogy melyik kártyák vannak egy vonalban, itt a gólya, a gyermek és az anyai érzelmek, ezek jelenthetik egy kisbabának a születését is, vagy neki ez az álma, mert szeretne gyermeket tőled. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!